Whitman a keleti hadszíntéren 41. júliusában már bebizonyította azt, hogy túlerejű ellenséges páncélos kötelék állni is kiválóan tud teinkedni. Július 12-én, néhány nappal korábban kilőtt 6 darab szovjet harckocsiért megkapta a másodosztályú vaskeresztet. 42. június 4-én a Bad-Tölci SS Junkerschule-ba vezénylik egy 3 hónapos úgynevezett háborús tartalékos tiszti tanfolyamra. Ezt azért szeretném kiemelni, mert bár a hősi halálát tisztként szenvedi el, egy 3 hónapos tanfolyam az egyáltalán nem pótolja azt a tisztképzést és azt a tiszti tapasztalatot, amelyet például a Heerben vagy akár Luftwaffe-nál 1942-ig kötelező jelleggel teljesíteni kellett. Ebben egyrészt érezhetjük a Waffen-SS nyújtotta könnyebb karrier lehetőséget. Semmiképpen sem azt szeretném mondani, hogy a Bad-Tölci képzés bármiben is elmaradt volna színvonalában mondjuk a Heer hasonló tanfolyamaitól. Azonban az én véleményem szerint egy 3 hónapos tanfolyam egyáltalán nem pótolhatja a több éves tisztképzés alaposságát. Ez egy fénykép egy olyan páncélgépkocsiról, könnyű páncélgépkocsiról, amelynek Whitman sokáig a parancsnoka volt. Ez 1941 áprilisi kép Whitmanról a görögországi hadjárat idején. Ez pedig a 41 júliusi harcok közepette, középen láthatjuk őt, a rohamlövege mellett, miután megkapta a másodosztályú vaskeresztet. Ez pedig egy fénykép a Bad-Tölci SS Junkerschule-ról. 42. szeptemberében áthelyezik a páncélos csapathoz, ugye korábban először a páncélos felderítőknél, majd később a rohamtüzérségnél volt, tehát csapatnemet is vált, átkerül a páncélosokhoz, azon belül is a felállítás alatt lévő SS páncélos osztály második századában lesz szakaszparancsnok. 42. december 24-én, tehát karácsony napján kapja a készhez vezénylését a Leibstandarte páncélos ezredének Tigris századába, Fallingbostelbe. Azonban meglepetésére, illetve hát nem meglepetésére, hanem sajnálatára nem Tiger harckocsira kerül, hanem a század könnyű szakaszában ő lesz az egyik Panzer III, tehát Panzer III-as harckocsinak, egy M-változatnak a parancsnoka. Whitman 43 tavaszán kerül először nehéz harckocsira, méghozzá 43 március-április a táján, tehát túl vagyunk már a Harkové ellencsapáson, a Manstein-féle Harkové ellencsapáson, amelyben Whitman ugyan részt vesz, de ekkor még közepes harckocsival. Whitman első igazából feltűnő fegyverténye az a 43. júliusi Kurszki páncélos csatában van. Az első 5 nap alatt 30 T-34-est lő ki, ezzel felhívja magára, mint parancsnokai, mint pedig a német haditudósítók, azon belül is inkább a Waffen-SS haditudósítójának figyelmét. Több beosztásban is szolgál, először ugye mint harckocsi parancsnok, később harckocsi szakaszparancsnok, és a keleti hadszíntéren való alkalmazásának végén 1943. decemberétől, mint megbízott századparancsnok ténykedik. Ez alatt a szolgálata alatt legalább 3 különböző számozású Tigerre nehéz harckocsival harcol. Ez mindig egyrészt a század éppen aktuális elnevezésétől, illetve az ő sajátos beosztásától függ. 44. január 14-én megkapja a vaskereszt lovakeresztjét, és egy rendkívül ritka eljárási módszer közbeiktatásával alig 2 héten belül megkapja hozzá a tölgyfalon kiegészítést is. Én ebben már részben az SS haditudósítók által egyébként nagyon jól kihasznált és indokoltan kihasznált tényközlést látom. Tény, ami tény, január 30-án, tehát már a dátum sem teljesen érdektelen, ugye ez a nemzeti szocialista hatalomba kerülés évfordulója is. Addig a pillanatig Whitman 114 ellenséges páncélost lőtt ki, igazoltam. De nem csak a harctéren jeleskedett, hanem, mint látjuk, a magánéletben is, 44. március 1-én házasságot kötött Hildegard Burmesterrel, feleségével. A képen, ami nagyon ismert kép, csak általában a hátterét nem nagyon szokták ismerni, ugye legtöbbször ez úgy jelenik meg ez a kép, hogy Michael Whitman, híres és eredményes harckocsi parancsnok, lovakkereszttel való kitüntetése, ide, stb. Egy kis szépséghibája van a dolognak, hogy itt nem ő kap lovakkeresztet, hanem irányzó lövésze, Balthasar Boll SS Rottenführer, akinek itt lóg a nyakában a lovakkereszt.
Baltazár Wohl az, aki tulajdonképpen előkészíti, és én azt mondom, hogy döntő többségében abszolválja is Wittmann legendájának alapját. Ugye, ha megnézzük ennek a nehéz harckocsinak a csövét, akkor itt egészen pontosan mindenkit megkímélek a számolástól, 88 darab győzelmi karika van rajta. Ebben a 88 darab harckocsiból 66-ot már Baltazár Wohl lőtt ki, úgymond Wittmannnak. Wittmann a harckocsi parancsnoka, de mivel egy harckocsi akkor ténykedik hatásosan, hogyha a teljes kezelő személyzet rendkívül jól együttműködik, így én azt gondolom, hogy nem csak az irányzó lövés és a harckocsi parancsnok, hanem természetszerűleg a járművezető, a töltőlövész, illetve a rádiós lövész is mindenképpen hozzájárult ez a szép sikerhez. Egyébként háttal az ezred parancsnokát, illetve akkor a megbízott ezred parancsnokot láthatjuk, Joachim Peipert. Igen. Itt lehet igazából jól látni, hogy a társaságból ekkor Baltazár Wohl az ünnepelt, aki megkapta a vaskereszt lovakeresztjét. Wittmannnak sem kell sokáig huslakodnia, ugyanis ez január 13-ig kép, 14-én ő is megkapta a saját lovakeresztjét. Egyébként ez az S04 számozású úgynevezett századparancsnoki osztag vezető harckocsit, magyarul a századparancsnoknak a másod harckocsia. Ekkor már Wittmann megbízott századparancsnok. Wohl felterjesztése előbb került be, és előbb írálták el neki. Wittmann még 1943. májusában, amikor a Leibstandarte páncélos ezrede készült a közelgő Citadelle offenzívára, részt vett egy harcászati megbeszélésen, amely az akkori nehéz páncélos század parancsnok visszaemlékezés szerint úgy zajlott, hogy felállította maga elé a szakaszparancsnokokat, köztük Wittmannt is, aki éppen nem régen, tehát viszonylag friss szakaszparancsnokként állt előtte, és feltette azt a kérdést, hogy melyik szakaszparancsnok mit tenne a következő harcászati helyzetben. Viszonylag nyílt terepen, 1500 méteres távolságban 30 darab T-34-es tűnik fel. Gondolkodás nélkül Wittmann a következőt válaszolta ékes német nyelven, Karbirgében undrán. Ez szabad folytásban annyit jelent, hogy golyót neki, aztán hajrá. Az akkori századparancsnok ezen nevetett, majd közölte, hogy nem, hanem a helyes eljárás az, hogy fedezékbe vonul és bevárja az erősítést. Most az egészben az a szomorú, hogy ezt Wittmann komolyan gondolta. És ez meghatározta a hozzáállását alapvetően a páncélos harcászathoz. Ezen azt a képet látjuk, amikor 1944. január 30-án Adolf Hitlertől átveszi a Tölgyfalon ékítményeket a vaskeresztjéhez. Ez pedig a március 1-i esküvő, és hát Wohl nem csak a harcban, hanem magánéletben is segíti őt, ő volt az esküvői tanúja. Mögötte álló sorban láthatjuk. 1944 tavaszán ugye felállítják a 101. SS nehéz páncélos osztályt, amelynek a második századának parancsnokságával a 205-ös torony számú harckocsiban Michael Wittmann, akkor SS Obersturmführer bízzák meg. Ez gyakorlatilag most a teljes nehéz páncélos osztály hadrendjének ismertetésétől hagyd tekintsek el, hiszen most nem ez a lényeg. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a 45 nehéz harckocsi számláló alakulatnak gyakorlatilag az egyharmadát páncélosok szempontjából Wittmannra bízták. Ezen a képen éppen a normandiai harcvonalra érkezések egyik pillanata, a 205-ös toronyszámú harckocsi toronyban Michael Wittmannnal, látszik, hogy menetben vannak, ugye a légvédelmi állványon a géppuska, ami ugye innen hiányzik, tehát nem harmadik géppuska, makettezőknek üzenem. Ez pedig 1944. június 12-i kép, amikor is a második század azt a feladatot kapja, hogy Willy Bokástól kissé észak-keletre vegyen föl biztosító állást annak érdekében, hogy biztosítsa az első SS páncélos hadtest, amely előjárója a 101. SS nehéz páncélos osztálynak. Ennek a hadtestnek a szárnyát a mélységben biztosítsa, nem csak Wittmann százada, hanem az osztálynak mind a három százada. Ugye ebben a körben nem sokat kell magyaráznom, hogy miért néz ki úgy a Tiger el, hogy kinéz. Ugye a normandiai arcvonalra nagyon jellemző volt sok minden, de leginkább az angol száz szövetségesek légiuralma,
illetve hát a rendkívül intenzív légitámadások. Mivel 1944. június 14-én adták át az első két olyan tábori repülőteret, ahonnan a szövetséges vadászbombázó repülőgépek már felszállhattak és támadhatták a német csapatösszevonásokat, így gyakorlatilag a Villers-Bocage összecsapásnál a légierőt, legalábbis a harcászati légierőt részben még letudhatjuk, illetve kitudhatjuk, de ez nem vonatkozott a közepes bombázó légierőre, és főleg nem vonatkozott a hadihajók tüzérségére. Hát akkor nézzük, mi történt Villers-Bocage-nál. Ugye a angol szász hadvezetés, azon belül is Montgomery tábornagynak az volt a terve, hogy miután nem sikerült a brit és kanadai csapatoknak KM bevétele a normandai partiszállás plusz első, tehát a D-Day plusz egy, azaz június 7-én bezárólag, és a térségbe érkezett 12. SS páncélos hadosztály, illetve a páncélos tanhadosztálynak az ellenállása olyan erős volt, hogy ezt áttörni egyelőre nem tudták, valamiféle manőverre kényszerültek a britek. Mivel az ultra, tehát a hadászati jelentőségű hírszerzési, illetve rádióforgalmazás és egyéb hírközlési adatokat szűrő központ jelentette, hogy a Villers-Bocage-hoz szánt német második páncélos hadosztály késik, ezért nagyon szemfülesen a brit és kanadai fedrét és az amerikai segítségével felfedték azt, hogy a német 352. gyaloghadosztály, tehát a páncerlér, tehát a páncélos tanhadosztály között rés keletkezett, amelyet német csapatok, jelentős német csapatok nem fedeznek. Ennek a kihasználására a Montgomery féle törzs kidolgozta az Operation Purchase-t, ami nem szólt másról, mint arról, hogy ezt a rést kihasználva úgymond jobborgot mérjenek az első SS páncélos hadtestre. Birtokba vegyék Villers-Bocage-t, illetve a tőle északkeletre lévő 213-as magaslatot, és ezt az utat birtokolva KN fenyegessék, illetve ezzel a két legerősebb ellenállást tanúsító német seregtest mögé kerüljenek. Az alapkoncepció az lett volna, hogy ezt az egészet a brit 7. páncélos hadosztály egy biztosított menettel, majd később egy szánytámadással oldja meg, és ezt az egészet a brit első légideszant hadosztály, amelynek a ledobási körzetét itt jelölték ki, támogatja a mélységben. A britek nem sokkal a támadás megindítása előtt úgy döntöttek, hogy a dolognak a légideszant elemét elhagyják, elsősorban azért, mert a térségben olyan erős volt, vagy ők legalábbis úgy hitték, hogy olyan erős a német légvédelem, hogy már a megközelítés időszakában olyan jelentősek lettek volna a brit veszteségek, hogy az első légideszant hadosztály gyakorlatilag roncsként ért volna földet. Tehát maradt a 7. páncélos hadosztályra kiszabott feladat, amely Villers-Bocage irányába való erőletörést célzott. Ahhoz, hogy Wittmann viselkedését a későbbiek megértsük, ahhoz néhány adalékot el kell, hogy mondjak. Tulajdonképpen szakaszparancsnoki ténykedése során is már többször jelét adta annak, hogy nem igazán hív a csapat munkának. Ugye a szakaszparancsnoki időszakában 4 nehéz harckocsi volt gondjaira bízva. Ezeknek általában a saját harckocsiját leszámítva nem adott feladatot, hanem magukra hagyva tulajdonképpen amennyire csak lehetett, megpróbálta a dolgot egyénileg megoldani. Nem történik ez másképp Villers-Bocage-nál sem, amikor 1944. június 13-án reggel 8 óra 5 pár perccel a Villers-Bocage-tól KM felé vezető úton egyrészt megjelenik egy csomó sebesült, illetve kötözött sebesült, ők nem más, mint a páncélos tanhadosztály két felcser századának a gondjaira bízott sebesültek, illetve maguk az egészségügyi katonák, akiket tulajdonképpen a brit előrenyomulás Villers-Bocage-ból úgymond kizavart. Jelentik egyrészt a harcelődős, másrészt pedig ezek a visszavonuló sebesültek, hogy hát bizony baj van, mert páncélos hadoszlop közelít, illetve már el is érte Villers-Bocage-t. Wittmann, aki ekkor ugye századparancsnok, a következő döntést hozza. Egyedül támadást indít a brit páncélos oszlop ellen. Nem a saját harckocsijában, mert a 205-ös harckocsi nagyjából a századának kb. 50%-nyi állományával együtt javítás alatt van. A június 13-án reggel a második századnak 7 darab bevethető harckocsija volt, abból egy még 6 óra tájban
lánctalp szakadás miatt mozgásképtelenné válik. A maradék 6-ból pedig egy a 234-es toronyszámú, amiben először beszáll Wittmann is indulna a brit oszlop ellen, az 20 méter után motorhiba miatt megadja magát, ekkor Wittmann átszáll a 222-es toronyszámú Tigerbe, és ezzel hajtja végre gyakorlatilag a Willer Bokázsi fegyvertény. Ő egyedül. Az ottani parancsnokot kivágja, így van, kiszállítja gyakorlatilag a terepre, ami akkor már tüzérségi tűz alatt áll. Az egészben a legszebb nem ez, hanem az, hogy ő ugye századparancsnok, Hauptsturmführer, ehhez képest egy Unterscharführer, tehát még csak nem is egy tisztet, küld a többi, tehát a maradék 4 harckocsinak a riadóztatására, és azoknak az eligazítására. Ő pedig századparancsnokként, tisztként beül a 222-esbe, és ott hagyja őket, mint Eva Szaharát. Ezen a képen, ami egy kicsit az időt tekintve már összecsúszott, mert most tekintsünk el az első század beérkezésétől, ez egy későbbi történet, a 213-as magaslat volt a britek élosztagának a célja. Nagyon fontos tudnunk, hogy miből állt a 7. páncélos hadosztálynak az éloszlopa. Alapvetően a 22. páncélos dandárnak egy századából, az A századból, illetve a hadosztály lövészdandárának egy századából, amely egyrészt úgynevezett brand carriereken, tehát ilyen kicsi nyitott páncélozott szállító járműveken, illetve félánctalpas, fogjuk rá, M3-os lövészpáncélosokon haladt. Méghozzá úgy, hogy az oszlop elején harckocsik, az oszlop közepén ilyen brand carrierek és lövészpáncélosok, az oszlop vége felé megint harckocsik, majd itt pedig a páncélos ezrednek, amely hát gyakorlatilag angol úgy a Fourth Country of London Yeomanry, tehát gyakorlatilag a reguláris, tehát a úgymond profi hadsereg egyik páncélos ezredéről van szó, annak törzse tartózkodott. A páncélos ezrednek a B százada és a C százada még nem érte el Willer Bokást, menet alatt volt. Az egészben az a legszebb, hogy már Wittmann támadása előtt ez a páncélos oszlop megáll. Azért áll meg, mert 5 óra óta úton vannak, nagyjából 8 óra nem sokkal elérik a 213-as magaslatot, legalábbis látótávolságra. Az egész oszlop megáll, a harckocsikból is, és a lövészpáncélosokból is, illetve páncélozott járművekből is kiszállnak a katonák, kinyújtoztatják tagjaikat, rossz nyelvek szerint egyesek hozzákezdenek a teafőzéshez, ez nem bizonyított, de az kétségtelen, hogy az állomány nagy része elhagyja a harcjárműveket. Ekkor támad Wittmann csont egyedül. Arról szól, majd ezt látni fogjuk a saját kitüntetés felterjesztésében, hogy mintegy 80 méterről kilő 4 darab harckocsit, ő ezt 4 darab sörmennek jelenti, majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul, majd miután ezzel a manőverrel tulajdonképpen két részre szakítja az oszlopot, megindul párhuzamosan a Willer Bokás felé vezető úton, és az elébe kerülő harckocsikat mind kilövi. Legalábbis fogalmazunk úgy, tüzet vezet rájuk. Amikor ez nagyjából az oszlop melletti elhadás saját bevallása szerint kb. Negyed órát vett igénybe. Elérte Willer Bokás bejáratát, ahol kilőtt további két Cromwell harckocsit, amely ennek a páncélos ezrednek a törzséhez tartozott, majd Willer Bokás főutcáján, amely elég jellemítéletű módon a Clemenceau utca nevet viseli, ráhajtott Wittmann és elindult egyenesen. Ekkor kilőtt még egy sörment, amely sörmen azonban nem löveggel ellátott, hanem csak egy tüzérségi megfigyelő sörmen volt falöveggel, ezt szintén kipipálja, majd tovább halad a főutcán Willer Bokás vége felé. Itt azonban a beérkező B század, tehát a brit páncélos ezred B százada, itt a brit páncélos ezredetnél mindig zászlói nagyságú erőre gondoljunk, ezért a 3 századból. Tehát a B század beérkező harckocsijai meglátják Wittmann is meglátja őket. Előre egy Sherman Firefly harad, és hát Wittmann ezt kiszúrja, és gyakorlatilag megfordul. A Firefly lő után a kettőt nem találja el, Wittmann ugyanazon az úton, amelyen érkezett, elindul visszafelé, és nagyjából az úgynevezett Godfroy Rua üzlet magasságában, tehát a megtett út kétharmadánál egy mellékutcában lévő 6 fontos páncéltörő ágyú eltalálja a jobb oldali
meghajtó gerekét, mozgásképtelenné válik. Wittmann ekkor úgy dönt, hogy legénységével együtt elhagyja a harcjárművet, kiszerelik a fegyvereket, tehát ugye a bent lévő géppisztolyok mellé még elvisznek magukkal legalább egy géppuskát, és mivel itt már viszonylag közel van a település széle, gyalog elindulnak Orbovába a páncélos tanhadosztály harcálláspontja felé, ami kb. 15 kilométeres út. Tessék? Nem. Nem. Ők a sajátjukat? Úgy gondolod? Nem. Néhány kép magáról a Villers-Bocage és Caen közötti útról. Ugye ezen a képen egy kilőtt Cromwellt látunk, ezen a képen két Cromwell, illetve egy Sherman Firefly. Ugyanaz a kép, ugyanazok a páncélosok egy másik beállításból. Ez a lövész zászlett, a megtámadásra, bocsánat, lövész, gépesített lövészszázad oszlopának a maradékait, egy szétlőtt 6 fontos páncéltörőágyat láthatunk, illetve a Bren Carrier-ek roncsait. Ugyanez kicsit közelebbről. Szintén kilőtt Cromwellek, ugyanaz a két Cromwell egy másik beállításból. Ez egy érdekes kép. Ez a második századnak két tigere, amely, mint látjuk, úgy állt be az útra, hogy az út hosszában ellentétes irányban, tehát itt lehet látni a 231-esnek a tornya 6 órára áll, tehát KM felé. A másik harckocsi pedig Villers-Bocage felé áll az úton. Itt a környéken brit anyag egy darab nincs. Elmondom később, hogy ez miért fontos. Tehát erről beszéltünk eddig, miután saját elmondása szerint Wittmann az alszázadnak a páncélosait kilőtte, ráfordult a főútra, és meglátta a B-század érkező harcjárműveit. Itt pedig az általa kipipált törzsbeli harckocsik láthatók. Ez az egyik Cromwell, amit ő lőtt ki. Ez pedig a falöveges Sherman tüzérségi megfigyelő harckocsi. A megfordulását láthatjuk, illetve azt, hogy egy harmadik törzsbeli Cromwell ekkor előbújik rejtekéből, Wittmann ezt is kilövi, ennek parancsnoka később gyalog menekül. Wittmann ekkor már elhagyta Villers-Bocage-t, és úgyban van Orbán felé legénységével együtt, így nem tudhatja azt, hogy a B század nem csak hogy beérkezik Villers-Bocage-ba, hanem minden eshetőségre számítva lesállásokat alakít ki a település területén. Amikor Wittmann eléri nagyjából 10 óra után nem sokkal a Panzerlehr Orbovai harcálláspontját, akkor jelenti az ottani hadműveleti vezérkari tisztnek, hogy mit tapasztal. Hangsúlyoznám, hogy csak ekkor jelent először, tehát se a támadás, saját támadása megindításakor, se a támadása közben, se pedig közvetlenül a harcjárművét elhagyása után nem jelentett se saját előjárójának, se az első SS páncélos hadtestnek, se a páncélos hadosztálynak. Mikor végül is megérkezik, akkor szóba jelentést tesz. Érdekes a történet. A páncélos hadosztályt ez már nem éri meglepetésként. Majd mindjárt kiderül, hogy miért. A páncélos parancsnoka Helmut Rittgen századost bízza meg, aki ekkor a 130/2, tehát a 130. páncélos ezred második osztályának megbízott parancsnoka, akit a képen is látunk. Kis időbe telik, ameddig tulajdonképpen az arcvonalból ki tudnak vonni 15 darab páncélfír harckocsit, amivel Rittgen elindul Villers-Bocage felé. Hangsúlyozom, Rittgen és nem Wittmann. Wittmann nem megy a 14 darab páncélfírrel, holott a legendárium is és a saját lovakkereszt kardok kiegészítése felterjesztett irat is ezt tartalmazza. Rittgen a 15 páncélos vezetése közben Tilly Bocage-nál, tehát Villers-Bocage-tól északra, nagyjából egy 4 kilométerre, beleütközik Fritz Bayerlein vezérőnagyba, aki a páncélos hadosztálynak, tehát a páncélos tanhadosztálynak a parancsnoka. Bayerlein megkérdezi, hogy milyen feladattal indult el. Rittgen jelenti, hogy az a dolga, hogy Villers-Bocage-nál a betört brit oszlop ellen felvegye a harcot. Bayerlein azt az utasítást adja a Rittgennek, ugye tisztekről van szó, és tanult tisztekről van szó, hogy felezze a Villers-Bocage-ból kivezető utakat, de semmilyen szín alatt, gyalogsági támogatás nélkül ne hatoljon be a településre. Rittgen így is tesz. 15 darab páncélfír a Villers-Bocage-tól északra elterülő településeket érintve, itt van Villers-Bocage, itt beszélt Bayerlein is és Rittgen. Itt gyakorlatilag állásokat vesz föl. A brit 22. páncélos dandárnak az utóvédje és zöme ekkor érkezik be.
Mivel a Villers-Bocage-nál állásban lévő, lesállásban lévő britek egyik páncéltörő ágyúja eltalálja az egyik páncérfirt Ridgen csoportjából, Ridgen úgy gondolja, hogy, és az kíség, tehát a talált után kíség, többen el is esnek benne, Ridgen úgy dönt, hogy nem kockáztat tovább, kissé visszahúzódik, és gyakorlatilag biztosító állásokba húzódik. Eközben a 101. SS nehézpáncélos osztálynak az első százada, amelyet ekkor már riadóztatnak, hangsúlyozom, már azelőtt riadóztatták, hogy Wittmann elérte volna Orbánt. Tehát nem Wittmann hívta az első századot. Az első század be is érkezik, Rolf Möbius SS Hauptsturmführer parancsnoksága alatt, és mi történik? Az történik, hogy Wittmann, aki Orbuából visszafelé tart, azzal a Schwimmwagennel, ami érte ment Orbuába, miután ugye jelentett onnan az első SS páncélos hadtestnek, érteküldték a Schwimmwagenjét, azzal jön vissza, és a Villers-Bocage-i úton találkozik Möbiusszal, aki 10 darab Tiger E-vel éppen az első SS páncélos hadtestől kapott panasnak megfelelően Villers-Bocage felé tart. Mit csinál ekkor Wittmann? Egy vele rendfokozatban, bocsánat, rendfokozatban és beosztásban egyenlő tisztel szemben, gyakorlatilag ráerőlteti a saját akaratát Möbiusra, aki gyengeségéből adódóan, vagy bajtársi szeretetéből adódóan, ezt nem tudjuk, hogy mi jobból, gyakorlatilag elfogadja azt, amit Wittmann utasítási. Möbius. Olyannyira Möbius, hogy gyakorlatilag Wittmann ekkor még nem Hauptsturmführer. Csak Obersturmführer. Majd megmondjuk, június 21-én léptetik elő éppen Villers-Bocage miatt renden kívül Hauptsturmführerjét. Tehát Möbius rendfokozatban is megelőz. És Möbius ki adta a parancsot? Az első SS páncélos hadtestől kapta a parancsot, hogy induljon Villers-Bocage felé, és kapott egy feladatot is. Ezt a feladatot alakítja át, mit van azzal, hogy meggyőzi Möbiust, hogy küldje be a tigereit Villers-Bocage-ba, vissza kell foglalni a települést, ami a britek kezén van. Csak harckocsik, az első, század, ez 10 darab tigere, mindenféle gyalogsági támogatás nélkül. Bocsánat, ez már volt. Igen. Az első századnak 6 tigere behatol Villers-Bocage-ba, és gyakorlatilag, ugye ez itt Wittmannnak az elhagyott mozgásképtelenített tigere, ezek itt az utcai harc közben az első század állományából kilőtt tigere, ezen a vásártéren gyülekeztek, és utána intották meg a párhuzamos utcákon a támadást. Itt látható, a britek már jól berendezkedtek, itt is egy páncéltörő ágyú, gyakorlatilag oldalazó tűzre beállítva, illetve az ábrán nem látszik, a brit páncélos hadosztály gyalogságának egy zászlóalja már gyakorlatilag páncélromboló eszközökkel és egyéb más fegyverekkel itt ezekben az utcákban és házokban már elhelyezkedett. Ez nagyjából egy kilométer lehet. Ez egész. A páncérlér hadosztálynak az a 15 páncérfíri, amiről korábban említést tettem, azok nem hatolnak be Villers-Bocage-ba. Se Wittmannnal, se Wittmann nélkül. Viszont a Villers-Bocage-i úttól KM felé van a páncérlérnek egy szerelőműhelye, a 130/2-es páncélos osztálynak egy szerelőműhelye, ahonnan 10 darab javított páncérfírrel a Möbius első százada előtt már megindulva érkezik egy páncélos kötelék a páncellér áramlányából. Ezeket utoléri Möbius első százada, és abban a lélektani pillanatban, amikor ezek éppen megállnak egyeztetni, ekkor jön Wittmann. Ennek a következménye az, hogy valamilyen oknál fogva meg tudja győzni azt a legszázadost, aki ezeket a páncérféreket hozza, hogy csatlakozzon ehhez a Villers-Bocage elleni támadáshoz. Hozzáteszem, gyalogsági támogatás még mindig nincs. És gyakorlatilag megkezdődik a Villers-Bocage elleni támadás, nagyjában olyan délelőtt 10 óra magasságában. A brit páncélos ezred hadinaplója egy 6 órás utcai harcról beszél, ami viszonylag reális, és ez tart egészen délután 4 óráig, tehát 10 órától 16 óráig. Ennek a következménye a németekre nézve eléggé súlyos lesz. Gyakorlatilag a behatoló tigerek közül, a 6 közül mind a 6 ott marad,
plusz a páncerlér elveszi további két páncerfirt a város területén. Itt néhány páncérromboló eszköz, amit a britek használtak. A PIA, ezt mindenki ismeri. És a brit gyalogság által egy Tiger és egy páncerfirt harckocsit jelentenek. Az zárójelben azért van hármas, mert a németek viszont a saját harcjelentésükben három közelharcban megsemmisített Tigert jelentettek le. Néhány kép az utcai harcok után, ugye itt egy kilőtt Tigere, itt pedig a páncerlérnek egy páncerfírje, ugyanez a két harckocsi szemből. Ez ismét a dugós puskás Sherman. Itt pedig már a 101. SS nehéz páncélos osztály felderítő szakaszának egy katonája látszik, aki gyakorlatilag a június 13-án késő délutáni kora esti órákban jár már a területen. Három érdekesség, ami nem is annyira érdekesség, inkább adalék ahhoz, hogy megértsük az egész folyamatot. Az első dr. Wolfgang Rabe, SS Hauptsturmführer, aki nem más, mint az osztály, tehát a 101. nehéz páncélos osztály orvosa. Ő a Möbius féle első század után halad, és avval a megbízással, hogyha esetleg sebesültek, nehogy Isten súlyos sebesültek adódnának, akkor őket ellássa. Az oszlop, amit végül is Wittmann, és nem csak Wittmann, de erre majd kitérek, tehát gyakorlatilag a második század két darab Tigere szétszórt, az nagyjából egy ilyen másfél kilométeres szakaszon, Villers-Bocage és a 213-as magaslat között van szétszórva. Tehát ne egy sűrű, egybelévő masszával gondolkodjunk, hanem kicsit hézagosabban álló járművek és járműroncsoknak az egyvelegében. Amikor Rabe az első század után érkezik, akkor érdekes módon még a Cromwell harckocsiaik mellett a bozótban álló tisztekre, brit páncélos tisztekre lesz figyelmes. Fogja magát, kiszáll egy géppisztolya meg a gépkocsi vezetőjével, és ezeket eléggé rezignált állapotban lévő briteket egyszerűen hadifogságba ejti. Négy Cromwell-lel. A másik, ami nagyon érdekes, az az, hogy a második századnak a ütközet málhája, ahol például a tábori konyha van, illetve a lőszeroszlop van, azoknak a, hát fogjuk rá, hogy gyalogsága, de nem gyalogsága, csak gyalog harcoló katonák, indulnak és szedik össze a briteket az oszlop mentén. Tehát nem páncélgránátosok, nem kiképzett gyalogság, hanem mindenféle segédszolgálatra, illetve utánpótlás szolgálatra beosztott katona. Ezek közül egyik egy volt szovjet harckocsizó, akit 44 elején Cserkaszinál lőttek ki még a nehéz páncélos század katonái, és úgy gondolta, hogy hát azért a hadifogoly tábor helyett sokkal jobb lesz, hogyha esetleg mondjuk a tábori konyhához kerül, így is lőn, és ő például egy darab 38-as pisztolya és egy baromi nagy konyhakéssel 60 darab britet zavar ki a bokrok közül. Tessék? Nem. Őket ki lehetett volna előttek tüntetni, nem tudok, hogy kapott volna. A harmadik ilyen közjáték a sokkal érdekesebb. Wenke Örnagy, aki a páncélos tanhadosztálynak az utánpótlásáért felelős vezérkari tiszt, ő a Wittmann által megindított magányos támadás és a Möbius első század a beérkezési közötti időpontban megy Villers-Bocage felé Caen irányából a saját gépkocsiján. Egyszerűen azért, mert ugye Villers-Bocage-ban papíron neki két darab felső százada van, akiknek élelmiszer, illetve gyógyszer, stb. Ellátásáról kell gondoskodnia. Igen ám, de mit lát? Megy az úton, és szintén nem német körzeten, szintén nem szétlőve, belefut egy szintén négy harckocsiból álló Cromwell csoportba, amelyek egy meglehetősen nagy térkép mellett az egész kezelő személyzet, tehát nem csak a parancsnokok, hozzáteszem, hanem az egész kezelő személyzet egy egész fél körbe tanulmányozzák a térképet a tisztek vezetésével. Wenke nem csinál mást, mint azt, hogy a három jármű takarásában negyediket elköti. Az oszlop végén álló Cromwell beül és elköti, korábban páncélos század parancsnok volt, tudja vezetni a páncélos, hát a brit technikával egy kicsit megküzdött, mondja ő, hogy emlékezett vissza ő, de elvitte. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egy nagyjából 2-300 métert Villers-Bocage felé még az úton halad, ez egy földút, nem egy burkolt út, földút,
de egyre inkább látja a harcoknak a nyomait, és utána már hallja a Wittmann-féle harcnak az aját Villers-Bocage-ból. Azt mondta, hogy felesett réfa, fogta, és Orbois felé szépen berántotta a kormányt, és torony iránt elhúzott Orbois felé. Ott volt egy kis probléma, ugyanis az Orbois környéki harcálláspontnak a biztosító erői közül az egyik katona az rögtön szívgörcsöt kapott, hogy jön egy bombel szembe, úgyhogy előre kint volt a vezetőülésbe, és mondta neki, hogy hát miről van szó, látta rögtön, hogy őrnagy, jó, oké. Megkérte ezt a katonát, hogy egy baromi nagy fehér rongyal üljön föl a Cromwell elejére, és így folytatta útját, nehogy a saját erő kilőjé. Megérkezett Orbois-ba, Orbois mellett egy kis kastélyba volt berendezve a harcálláspont. Igen ám, a kastély kapuján nem fért be a Cromwell. Ezért Menke fogta, és szépen a kerítésen keresztül berongyolt. De addigra már ez a fehér rongyot tartó katona vagy lerázódott, vagy azt mondta, hogy köszönjük szépen, neki már elég volt. Tehát mit láttak a harcálláspontból kikuksizó irodisták, meg volt persze biztosító erő is, én egy Cromwell. Anyám, jó. Satúfék, nagy nehezen, igen ám, de nem tudta leállítani a motort Menke, úgyhogy azt csinálta, hogy egy baromi nagy vastagtörzsű fa felé irányította, és nagyon kis sebességfokozatba, és akkor szépen neki koccantotta a harckocsit, és kiszállt belőle. És ő adta le az első jelentést. Tehát nem Wittmann, hanem ő adta le az első jelentést, hogy Villers-Bocage és Caen között harctevékenység folyik, és brit páncélos oszlopnak a nyomaira bukkan. És ekkor a páncellér jelentett az első SS páncélos hadtestnek, az SS páncélos hadtestnek a vezérkari főnöke, aki nem volt egy buta ember, Kramer, aki később a 6. SS páncélos hadseregnek is a vezérkari főnöke lesz, az rögtön riadóztatta egyrészt a 101. SS nehéz páncélos osztály első századát, visszaszólt a páncellérnek, hogyha tudjanak, különítsenek ki tartalékot és küldjék Villers-Bocage-hoz. Három, a német 2. páncélos hadosztálynak a menete, ami ekkor már folyt, szintén jelzést kapott, hogy gyorsítsa fel a menetét, és minél előbb érkezzen meg Villers-Bocage-ba. Ez alatt Wittmann mit csinál? Bent tombol Villers-Bocage-ba úgy, hogy papíron még senki nem tud róla, hogy ő bent tombol. Igen. Az arra, hogy visszatérek. Na, itt látható Wenke, amit éppen kikászálódik a megállt Cromwellből. No. Itt van a 222-essel saját kitüntetési javaslata szerint a következőt művelte. Kilőtt 4 Sherman harckocsit az oszlop nagyjából közepéről, majd elindult Villers-Bocage felé az úttal párhuzamosan, és eközben 15 nehéz, ezt már én tettem hozzá, valójában Cromwell harckocsit lőtt még ki. Ezen kívül a felterjesztés szövege szerint, mint azt majd mindjárt látni fogjuk, Wittmann még 6 harckocsira tüzet vezetett, vagy 6 harckocsira lőtt, de ezeknél a hatás csak annyi volt, hogy a kezelők elhagyták és pánikszerűen kiszálltak a harckocsiból. Ezeket ő maga sem jelentette kilőttnek. Összesen tehát 19 darab harckocsi és 13 darab különféle PSH volt az, amit neki tulajdonítottak. Azt nem ölötte ki. Erre majd visszatérek, azt nem ölötte ki. Itt a kitüntetési javaslatnak egy rövid részlete, így csak arra írnám fel, hogy itt ugye 80 méterről Wittmann 4 Sherman harckocsit semmisít meg, aztán az oszlop mellett haladva, nagyjából 10 és 30 méter közötti távolságról lövi ki, ugye a nagyon rövid idő alatt 15 nehéz ellenséges páncélost. További 6-ra pedig tüzet vezet, vagy további 6-ra lőtt. Azonban ezeknek csak a személyzetét tudta a jármű elhagyására kényszeríteni. Tehát ez az eredeti... Tessék? Az első mondat, hogy milyen ez a na, igen, erre vissza fogok térni. Tehát itt már tompítják a dolognak az élét. Ugye, aki esetleg nem tud németül, annak lefordítanám gyorsan. Tehát a helyzet rendkívül gyors cselekvést követelt. Wittmann a járműven kívül álló embereinek nem tudott parancsot adni, hanem azonnal páncélosával, ez sem igaz, mert nem az ő páncélosa volt, menetből tüzelve benyomult a brit oszlopba. Hozzáfér azt, hogy ez a kontenergében ez egy nagyon ilyen enyhe, hogy nem
Nem tudott többé, vagy nem tudott, igen. Tehát ez kicsi, igen. Erre visszatérnék rá. Na, a brit páncélos ezred hadinaplója szerint a saját veszteségük június 13-án a következő volt harckocsikban, mint látható 20 darab Cromwell, 4 darab Sherman Firefly, 1 darab tüzérségi megfigyelő Sherman, 3 darab Stuart 5-ös, tehát M5-ös könnyű harckocsi, azon kívül 14 lövészpáncélos, 14 Brand Carrier és 9 darab felderítő páncélgépkocsi. Ez az, ami lehet osztozni a németeknek. Ehhez járul a következő élőerő veszteség. A brit páncélos ezred részéről 4 halott, 8 sebesült, 88 eltűnt. A 88 eltűnt 99%-a ugye hadifogságba esett. Illetve a lövészszázadnak a vesztesége az majdnem 100%-os, ebből 9 halott, 94 eltűnt. Mire következtethetünk ezekből a veszteségi számunkból? Ugye, ha valóban, mint ahogy látjuk a veszteségből, 28 darab harckocsi van veszteség listán, ha 28 darab harckocsit mind kilövik, akkor hát nagy valószínűség szerint nem összesen 4 halott és 8 sebesült keletkezik. Ha nem is lesz több halott, de sebesültnek mindenképpen. Gondoljunk bele, 28 darab harckocsiból hány kezelő van. Ugye? Tehát ez elenyészően kis véres veszteség ahhoz, hogy 28 darab harckocsit lőttek volna ki. 28 darab harckocsi veszteséglistára került, hiszen látjuk az ezred hadinaplójából. Tehát ez is azt erősíti az én véleményem szerint, hogy a kezelők jelentős része nem tartózkodott a páncélosában a harctevékenység döntő többségében. Az eltűntek száma is ezt erősíti, hiszen attól eltűntek, hogy hadifogságba estek. Na. Nem brit, hanem német források szerint ebből a 28-ból nem Wittmann lőtte ki a következőket. Három darab Sherman Firefly Brand SS Oberscharführer lőtt ki, aki a második Tiger volt azok közül, akit egyébként a brit páncélos ezred hadinaplója úgy jelent, hogy kettő darab Tiger megosztja az oszlopunkat. Kettő darab, nem egy, kettő. De Brandt nem kapott parancsot Wittmanntól, egyszerűen csak jó beosztott tiszteletes módjára követte a parancsnokát. A másik három Tiger még ezt se tudta tenni, mert nem volt látott távolságban Wittmannak. Ugye Wittmannak nincs ott a parancsnoki harckocsia, tehát nincs az, hogy a 205-est figyelem, aztán majd lesz valami. Wittmann fogott magának egy harckocsit, aztán még egyet. Tehát honnan tudja a többi harckocsi parancsnok, hogy a 222-esbe kell keresni Wittmann? Tudott volna rádiózni, nem rádiózott. Se rádió, se futárra, sehogy nem jelentett. Se a százada felé, se az első SS páncélos hadtest felé. De menjünk tovább. Két Cromwellt az úton, szóval SS Unterscharführer szintén a második századból lő ki, erre is több tanú van, ezek is gyakorlatilag Wittmann oszlop mellől való távozása utáni időpont. Egy Cromwellt ugye elvisz Weinecke, négy Cromwellt Eichstandor Rabe, nyolc Cromwellt pedig a beérkező első századnak az egyik harckocsi parancsnoka, Philipsen SS Obersturmführer lő ki, méghozzá úgy, hogy ez akkor van már, amikor a britek a B század Cromwelleivel megpróbálnak egy ellenlökést végrehajtani Villiers-Bocage-ból kifelé. Tehát Philipsenék mennek be Villiers-Bocage-ba, ezek jönnek ki, és akkor elég szerencsés tüzelő állásból Philipsennek sikerül 8 darab Cromwellt kilőnie. Na de könyörgöm, ha ezt összeadjuk, bocsánat. 18 darab harckocsi, a 28-ból. Na, akkor mi marad Wittmann számláján? Marad 5 darab Cromwell, amiből legalább 2 ezred törzsbeli. Marad egy Sherman Firefly, ez nyilvánvaló. Marad 3 Stuart, amit szerintem ő Shermannek nézett. Méghozzá azért, mert ugye a Stuartok mentek az élosztag elején. Utána jött az egyik harckocsi szakasz, amelynek az élén a Cromwellek előtt egy Firefly ment. Ezt a négy harckocsit zúzta ő le az oszlopnak a kétharmadánál. Ezután folytatja ő az útját, és a Cromwellek ekkor következnek. Magában már Villiers-Bocage-ba lövi ugye ki az után a megfigyelő harckocsit. Ez összesen 10 darab harckocsi, meg valóban a Brand Carriereknek a hosszú sora, amiket legyalázott az oszlopnak a közepén. Na de könyörgöm, hogyha ez ennyivel kevesebb, akkor ugye 10-zel kevesebb, vagyis június 13-án estig a 138-ból, amit a kitüntetési felteljesztésben állítanak, abból lejön 9, ez 129 igazolt kilövés.
Vidmannak nem is lesz több. Tehát Vidman haláláig több kilövés nem ér el. Na jó, szerencséje van, mert ezzel még a negyedik helyét megőrzi. De ettől függetlenül én ezt jelentős dolognak tartom, mert a mai napig mindenhol úgy jelenik meg, hogy Vidmannak 138 igazolt kilövése van. A német páncélos veszteség. Ugye 6 darab Tiger megy be Vidmannal együtt, tehát 5 első századbeli és Vidmann a 6 a második századból, ebből 3 végleges veszteség, 3-at el tudnak vontatni, többek között Vidmannak a 22, a Vidmann által használt 222-es is. 3 páncél fír, ebből mind a 3 szépen kiég, mind a rókajuk. Rövid értékelés. Mit nem tett Vidmann? Tehát nem jelentette azonnal előjárműnek az ellenség közeledését, nem igazította el a századát és nem szabott feladatot. Más parancsnokok harckocsiját vitte el, kezelő személyzettel együtt. Erőit megosztotta, főleg azzal ugye, hogy ő mint századparancsnok is, illetve magát egy Tiger különválasztva elindult egy másik irányba. Felderítést nem vezetett be, tehát megelégedett azokkal az adatokkal, amit neki a visszavonuló sebesült németek jelentettek. Illetve századosztályit nem fedezte, egyedül hatott be egy olyan ellenséges területre, ahol gyalogsági támogatás nélkül, ahol az akár védelembe is berendezkedhetett. És nem is ismert, így van. És ami még fontosabb talán, hogy ez az alapvető hiba, hogy ugyanazon az úton, tehát a Clemenceau utcán megfordult és jött vissza, ahol végül is behatolt. Tehát gyakorlatilag, ha csapdába akarták volna csalni, akkor ez sikerült. Mint ahogy sikerült is, gyakorlatilag a 6 fontos páncéltörő ágyú, miután látta, hogy egyszer elhúz, aztán vissza, másodszor már sikeresen kilőtte. És ami az egésznek a teteje, az az, hogy miután ő visszaérkezik Orgoából, egy majdnem 3 órás felderítési információ birtokában, ráöltetve a nézetei Möbiusra, beküldi az első század tigereit, plusz a páncellérből még azokat, akik hajlandók neki szót fogadni, ahol ezek persze súlyos veszteségeket szenvednek. De ezt a hibát a Möbiusnak lehet felvenni. Möbiusnak mindenképpen fel lehet róni azt, hogy hagyta ezt. Azonban Möbius mentségére legyen mondva, hogy Möbius nem engedi be mind a 10 harckocsiját. Möbius 2 szakaszt a Willerbokásból KM felé vezető út 2 oldalán biztosító állásban hagy. Egy szakaszt küld be, az ott is marad. Tessék? Még ez nem a vége. Itt van a felterjesztésének az a mondata, ami gyakorlatilag a biztosítékot nálam kiverte. Tehát ez a rész szól arról, hogy a Willerbokás felé vezető főút mentén beleütközik végül is az első századba, amelyet saját harcászati és helyzetismerete alapján, és ez a vicc az egészben, hogy ezt lemerik írni, hogy a páncélosokkal és páncéltörőágyukkal még a helységben tartózkodó ellenség ellen beveti. 3 órás felderítési információk birtokában, ahol mit látott már, amikor ő benn volt Willerbokásban, akkor látta a falu végén, hogy abból az irányból erősítés jönnék hozzá a harckocsi. Ő ezért fordult vissza, de úgy volt vele, hogy hát az első század meg a páncélér menjen. És foglalják vissza a Willerbokást. És az egészben az a vicc, hogy ugye, ha ezt megnézzük, ez a mondat pedig azt jelenti, hogy ő gyakorlatilag 15 páncerfírrel, a páncerlér hadosztálytól megfordult, és ismét Willerbokás felé nyomult, ami nem igaz. Személy szerint hazugság. Schwimmagender elment az első SS páncélos hadtest felé. Útközben találkozva Möbius első századával. Ő már nem ment többet Willerbokás felé. Na, a száraz tények. Tehát az előrenyomulást nem Vidmann állította meg, hanem maga a 22. brit páncélos dandárnak a vezetése, aki a 213-as magaslatig adott parancsot az előrenyomulásra, amikor azt elérték a britek, jó végezték dolgukat, megálltak, kipakoltak, indul a piknik. Ugye se nem biztosították magukat, se pedig nem öntevékenyen mondjuk esetleg körvédelemre berendezkedve, hogy valahogy várták volna, hogy mi lesz, hanem elvoltak, elérték a magaslatot, ők teljesítették, amit rájuk bíztak. Elérték a 213-as magaslatot. A brit élosztagot tehát nem Vidmann verte szét, hanem mint láttuk az első, illetve részben a második századnak a tigereit. De nem Vidmann. Főleg ha a kilőtt mennyiséget nézzük. Az egészben az a legszebb, hogy Willerbokásban teljesen felesleges volt Vidmannnak behatolnia, még inkább felesleges volt beküldenie azt az 5 tigert, meg a 2 darab páncérfírt, mert ekkor már útban voltak a második páncélos hadosztálynak a 2 páncélnátos ezred, egy gyalogság. Akkor jöttek az arcvonalba, tehát gyakorlatilag frissek voltak és harcra készek.
Ráadásul nem is kellett hozzá újabb helységharc, mert amikor a brit páncélos dandár észrevette, hogy Villegokástól délre SS páncélgránátosok ráadásul négy zászlóval bontakozik szét, akkor köszönték szépen, kiürítették Villegokást, és Villegokástól nyugatra egy fontos útkereszteződésnél védelemre berendezkedve megálltak. Tehát kiürítették harc neki Villegokást. Ez a hat darab tiger teljesen feleslegesen veszett el. Mit kellett volna tennie legalábbis szerény véleményen szerint Wittmannnak? Ugye elvárható lett volna, hogy vagy rádió, vagy futára, vagy mind a két módon jelent az első SS páncélos hadtestnek, legalább az oszlop helyzetét, nagyjából a feltételezett erejét és a haladási irányát. Ezt nem tette meg. Századával, ugye ekkor öt tigere van, összpontosított támadást vezethetett és vezetnie is kellett volna a nagyjából mintegy 200-nyi élosztag ellen, ami viszonylag, tehát túlerő, de nem olyan jelentős túlerő, ráadásul a meglepetés ereje Wittmannék oldalán lett volna. Ezzel gyakorlatilag, és akkor ezek már megálltak, ezzel visszafoglalhatta volna a 213-as magaslatot. Ha nagyon akar, akkor még elindulhatott volna a Villegokás felé mind az öt tigerrel, lezárja a KM felé kivezető keleti kiáratokat, és itt bevárja az első századot, illetve az útban lévő erősítést. Én azt gondolom, ez lett volna az, amit egy század parancsnoktól el kellett volna várni, illetve elvárható lett volna. Nem ez történt, ettől függetlenül Wittmann triumfál, rögtön ugye 13-án este még Zeb Dietrich, az első SS páncélos hadtest parancsnoka megírja a felterjesztést. Mi alapján? Egyről és kizárólag Wittmann személyes szóbeli jelentése alapján. Ilyen a világon nincsen. Azt, amit Wittmann elmond, azt az írnok leírja, talán egy kicsit Zeb Dietrich még fogalmaz rajta, aláírja és már viszik is. 13-án este megvan a felterjesztés. Senki nem vizsgálódik semmit. Semmi. Sem Möbiust nem kérdezik meg, se a beosztottjait nem kérdezik meg. Ugye a beosztottak mit csinálnak? A beosztottak ezért maradtak fönn ezek az adatok. A beosztottak azért nem fogják azért elfelejteni, amit ők tettek. Csak egyszer nem tették szóvá, mert Wittmann szerették, tekintélye is volt. Tehát senki nem akart Wittmannnal kiszúrni. Egyébként is neki futott a szekér, akkor már ugye a lovakereszttel meg a tölgyfalombokkal. Na most megkapja hozzá a kardagat is, hát zárkson. De ami igaz, az igaz, gyakorlatilag itt, ha valaki mondjuk lovagkeresztet érdemelt volna, az vagy Philipsen, aki a 8 páncélos kilövésével az ellökést megállította, vagy azok a második századbeli parancsnokok, akik mindenféle külön utasítás nélkül megoldották azt a feladatot, összeszedték a foglyokat, és gyakorlatilag biztosították a Villegokás felől KM felé vezető utat, Wittmann nélkül is, aki benn bohózkodott Villegokásba. Vagy a hívja a konyhakéssel, legalább egy másodosztályú vaskeresztet vágtak volna a fejét. Igen? Abszolút távol állt, de ha belegondolunk a korszellembe, ez gyakorlatilag nagyon sok embernek imponált, akár a fegyveres erőknél, akár azon kívül. Tehát Wittmann bátorságához nem férhet kétség. Ahhoz, hogy kiváló harckocsi parancsnok volt, mármint a négy ember kiváló főnöke volt a nehéz harckocsiban, ez vitán felül áll. De a osztályparancsnokának, vagy tökéletet az előjárójának, ez nem volt ő? Az ő előjárója, Hanson Westenhagen, külön megér egy misét. Ő minden volt szintén, csak nem osztályparancsnok, meg nem jó katona. Na, mi történik Wittmannnal? Meg 13-án megvan a felterjesztés, rögtön el is viszi a futár. Június 22-e és június 1-e között ennek következtében nincs is Wittmann Normandiában, mert 21-ére ugye egyrészt távirati úton előléptetik Hauptsturmführerré, másrészt 25-én Adolf Hitler kezéből átveszi a kardokat a Führer főhadiszállásán. Ezután július 8-án tér csak vissza Normandiába, és július 10-én veszi át az első SS, a 101. SS nehézpáncélos osztály parancsnokságát az addigi parancsnoktól. Itt láthatjuk a képen, ahogy júniusban megkapja hozzá a kardokat is Hitlertől, ez pedig Wenz von Westenhagen SS Sturmbannführer, aki a 101. SS nehézpáncélos osztálynak addigi parancsnoka volt. Westenhagen, aki korábban a Leibstandarténak a rohamlövök osztályát is parancsnok volta, nem az a típusú katonai vezető volt, aki szeretett a harctéren lenni. Tehát, igazából én azt mondom, hogy osztályparancsnok már nem is biztos, hogy ez a dolga. Viszont Westenhagennek volt egy korábbi felsérülése, ami kezdett kiújulni elég csúnyán, tehát gyakorlatilag ilyen rövid távú memória kiesései voltak, ezért betegszabadságra küldték, és a július 10-én átveszi tőle Wittmann az osztályparancsnoki beosztást. De nem kinevezett osztályparancsnokként, csak vezetéssel megbízva alapon. Westenhagen visszajön, Westenhagen Magyarországon hal meg, kevesebben lövi főbe magát.
Westernhagen elmegy betegszabadságra, az Ardeneki offenzíva előtt visszaérkezik, ő lesz az osztályparancsnok megint, Magyarországra is ő hozza az osztályt, a Nordwind, az Ütwind alatt is ő harcol osztályparancsnokként, a tavasz ébredése alatt is, és akkor március 19 vagy 20-án főbelövi magát. Úgy adták el a dolgot, hogy, hogy repeszt, igen, hogy szovjet légitámadás után repeszt kapott, de ez nem igaz. Na, elérkeztünk 41. augusztus 8-ához, végül is az előadás lényegi részéhez. Itt most akkor szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Hát a vázaton lehetett látni, hogy az öt darab Tiger az öt darab párhuzamos utcán ment be. Gyalogsági támogatás nélkül nem látták egymást. Szűk, viszonylag szűk utcák, mit láttak azt, hogy valóban van ellenállás, nyilvánvaló, de hát egy begombolkozott harckocsiban mennyit látsz te egy helyiségben? Tehát egy lakott területen nem sokat. Hát gyakorlatilag csinálták a dolgukat, ahonnan tüzet tapasztaltak, vagy ahonnan ellenállást sejtettek, repeszgránát, géppuskatű, stb. Csinálták a dolgukat. Mind az öt erre ment rá. Gyalogsági támogatásuk semmi nem volt. A páncellér se hozott gyalogságot. Nem ez tartott 6 óráig. Nem ez tartott 6 óráig. Nem az öt Tigernek a kicsinálása tartott 6 óráig, hanem mikor megjelent a második páncélos hadosztálynak a gyalogsága, az is beszállt a dologba, csak nem hatolt be magába a Villér Bokásba. Nem volt rá parancsuk. Igen? Attól függ, milyen rádió és milyen harckocsi. Amiben Wittmann elment, a 222-es, abban csak a századhírláncba kapcsolt harckocsi, tehát adó szempontjából csak századszinten tudott adni, venni kicsit messzebbről is tudott, de viszont ezek a távolságok jóval kisebbek voltak, mint ennek a harckocsi rádiónak az adó távolsága. Tehát Wittmann, ha akart volna, akkor jelentetett volna a saját, tehát beszélhetett fel, hogy mondjam, híradó kapcsolatban maradhatott volna a saját harckocsiaival, de én azt mondom, hogy ha más nem, akkor futára még az elindulása pillanatában jelentést kellett volna küldenie az első SS páncélos hadtest harcálláspontja felé. Ezt nem tette meg. Az egész Villers-Bocage-i magányos támadása közben nincs rádióforgalmazás. Nem szól egy büdös szót se a rádióban. Géppuskázik. Géppuskázza a Brenkeriereket. Ezzel van elfoglalva. És gyakorlatilag az a kifogása Wittmannnak, hogy amikor szeretett volna rádiózni, addig már benn volt Villers-Bocage-ban, és ott már nem tudott összeköttetést teremteni a századával, de ez gyakorlatilag az időpont, amikor mozgásképtelni lövik, tehát már nem is sok értelme volt annak, hogy rádiózzon. Igen? Erre a végén térjünk ki, mert az igazán fontos adatok ehhez a megközelítéshez majd a halálanapja, ami még talán Villers-Bocage-nál is durvább hibáknak a tönkelege. Kik? A németek Normandiában légitámogatást? Bocsánat, nem hallom az urat. Igen. Nem légierőt, azért nem vetették be a terv szerint azt a légideszant hadosztályt abba a ledobási körzetbe, ahova tervezve volt. De még mindig nem értem, hogy a németek kértek volna légitámogatást a britek ellen. Úgy értett, hogy a vadászgépekről kértik a britek, nem vadászgép, hogy a légvédelemről. Ja, értem, tehát, hogy a légideszant hadosztályt a légvédelemtől, tehát nem az emelt elfogó vadászoktól féltek, hanem a csöves légvédelemtől, elsősorban mivel itt a szállító repülőgépeknek a megközelítési útvonalára főleg a gépágyuk voltak veszélyesek, illetve részben azért már a légvédelmi ágyuk is, tehát a csöves légvédelmi tüzérség volt, annak a nagy sűrűsége volt az, ami a briteket elrettentette ettől. Igen? Möbius jelentette? Ő jelentette. Gyakorlatilag Möbius azt jelentette, hogy két szakaszt elhelyezett a főútvonaltól jobbra és balra, illetve egy szakasszal behatolt, nem be fogok hatolni, behatolt Villers-Bocage-ba.
Igen? A Cromwell-eket nézte ő nehéz harckocsinak. Churchill-nek nézte őket, valószínűleg. Igen, igen, a támogató változott volt valóban. De hát azért egy Cromwell jóval kisebb, mint egy Churchill. Igen? A Villers-Bocage-nál? Ugye a 15 darab páncerfírből egy fír elfüstölt, abból a ketten elestek, hárman megsebesültek. Az első és a második századnak a vesztesége, ami gyakorlatilag szinte kizárólag az első századnak a vesztesége, az 10 halott és 12 súlyos sebesült. Tessék? Messze több, mint a britek véres vesztesége. Igen. Mert a lövészszázadnak, tehát a brit gépesített lövészszázadnak a veszteségét azt azért ne vegyük ehhez hozzá, mert az gyakorlatilag keletkezhetett már a hadifoglyok összeszedésekor is. Notabene akár kivégzések útján is. Ezt nem lehet kizárni. Igen? Esetleg ehhez van még valami? Jó, akkor most érkeztünk el végül is a lényeghez. Ez csak a felvezetés volt, de azt gondolom, hogy nem minden tapasztalat és nem minden tanulság nélküli. Tehát 1944. augusztus 8-ánál tartunk, amikor is ugye az angol-szász szövetségesek hadászati elképzelése az, hogy egyrészt a Caen és Falaise útvonal előrenyomulva a brit és kanadai csapatok megközelítik Falaise-t, illetve addigra már a hídfőből kitört amerikai csapatok délnyugat felől szintén birtokba veszik a Falaise környéki magaslatokat, így zárva gyakorlatilag gyűrűbe a német csapatokat, a Normandiában harcoló német erők döntő többségét. Ennek a hadületnek a kivitelezésére kanadai brit oldalon elsőként az Operation Totalize fedő nevű tervet dolgozták ki, amelynek két fázisa lett volna. A dolog úgy nézett volna ki, hogy két darab, egy kanadai és egy brit gyaloghadosztály, egy kanadai és egy brit páncélos dandár támogatásával áttöri a német 89. gyaloghadosztálynak az egyébként nem túl erős védelmét, majd a mélységben a Falaise felé vezető műúton, illetve annak mentén előre nyomulnak. Ezt követően a második fázisban a műúttól nyugatra vetették volna be a kanadai 4. páncélos hadosztályt, a műúttól keletre pedig a lengyel 1. páncélos hadosztályt, akik ezt a sikert a mélységben aknázták volna ki, és szélesítették volna ki. A tervnek fontos része volt az, hogy egyrészt 7-éről 8-ára virradóan a brit közepes és nehéz bombázó légierő az útmenti településekre, a feketével bekarikázott településeket kell ezzel érteni, összpontosított légitámadásokat intéz. A szaggatottal bekerített települések pedig a második szakasz előtt lettek volna megbombázva, ezeket már a brit, illetve az amerikai légierő nappal hajtotta volna végre, 8-án délelőtt. Ez vezette volna be a második szakaszt, amikor a két páncélos hadosztály megindul fel egy fel. Ez a második szakasz tehát gyakorlatilag, amikor a kanadai 4., illetve a lengyel 1. páncélos hadosztály Falaise felé folytatja az előretörését. A hadművelet gerincét a kanadai 2. hadtest képezte, amelynek Simons altábornagy volt a parancsnoka, itt látszik a hadrend, gyakorlatilag ami nekünk fontos lesz, az tulajdonképpen a brit 33. páncélos dandár, a kanadai 2. páncélos dandár, illetve részben majd a lengyel 1. páncélos hadosztály. Ő Simons altábornagy, a képen még vezérőr nagy, aki a 2. kanadai hadtest parancsnoka volt. Nagyon érdekes elképzelése volt a Totalize hadművelet végrehajtásával kapcsolatban, túl a harcászati és hadászati bombázó légierő alkalmazásán kitalált egy elméletet, amely szerint a két páncélos hadosztálynak az erejét, tehát a kanadai és a brit páncélos, lengyel páncélos hadosztálynak az erejét egy úgynevezett páncélos tesztudóban összpontosítja, ami arról szólt volna, hogy minden páncélos hadosztály 4 ilyen sűrűre zárt hadoszlopot képez a páncélosaiból, amelynek az élén egy páncélos ezred haladna, és gyakorlatilag a zömét pedig
egyrészt gépesített gyalogság, másrészt önjáró tüzérség, illetve egy-egy más harcbiztosító csapatok képeznek. Itt alul lehet látni az élcsoportnak a részletezését harckocsira lebontva. Tehát itt gyakorlatilag az aknataposó harckocsitól kezdve az alapharckocsikon át a különböző egyéb, amit az előbb a Tiger is említett, tehát a nagy űrméretű taraszkokkal felszerelt, elsősorban műszaki célból bevetett páncélosokon át volt minden. Ugye Simonsnak volt az ötlete az, hogy a kanadai és brit önjáró tüzérségnek egy részét, a brit önjáró lövegeket fosszák meg lövőktől, és ebből alakítsanak ki páncélozott szállító járműveket, ezek lettek a kenguruk, amiket itt ezekben a páncélos oszlopokban használtak is, ami nagyon hatékonynak bizonyult egyébként, mert nagyon csökkentette a gépistek gyalogságnak a veszteségét a hadművelet első időszakában. A dolog előjátéka augusztus 7-ről 8-ára Viradóra, Szentögentől egy kicsit északra az volt, amikor a 12. SS páncélvadász osztálynak a második százada a brit 33. páncélos dandárnak a sötétség leple alatt előre nyomuló erőibe beleütközik, és itt tűzharc alakul ki. Nagyjából ez a három lesállásban lévő jágpáncerfír kilő összesen 9 darab sörment, ők pedig elveszítenek 2 darab jágpáncerfírt, majd mindenkit jól végezték magukat, visszavonulnak Szentögen felé. Gyakorlatilag teljesen szabályszerűen folyik a dolog, ők lejelentik, hogy az éjszaka sötétjében nagy mennyiségű szövetséges páncélos tart a német védőállások felé. Ekkor már nem csak a védőállások felé, hanem gyakorlatilag a német védőállásokban bent. Ezt csak azért mondom, hogy nem igaz az állítás, hogy a németeket meglepetésként érte volna augusztus 8-án a szövetséges támadás megindulása. Ez nem Bundeswehrios, ez prágai levéltárból származik, ez a 12. SS páncélvadász osztály hadinaplójának egy melléklete. Könyvben benne lesz. A 12. SS páncélos osztály megbízott parancsnoka ekkor Kurt Meyer, aki előszeretettel hívta magát páncermeyernek úgy, hogy egy rohadt büdös percet soha nem töltött el harckocsi kezelő személyzetként, se parancsnokként, se semmilyen beosztásban. De meglehetősen jó harcászati érzékkel megáldott valaki volt, ez kétségtelen, de ő inkább összfegyelmi módon képzelte ezeket a dolgokat, és a páncélosokat ebbe a koncepcióba illesztette ő be. Ő volt az, aki ennek az arcvonalnak a harcászati tartalékát, ha úgy tetszik, irányította. Azonban egy nagyon fontos dologról elfelejtkezett, méghozzá az eddig Normandiában felhalmozódott harcászati tapasztalatok, mint olyanok, az mintha a füle mellett így gyorsmonaton suhantak volna el, ugyanis épp a saját hadosztályának a Panther osztályában szolgáló parancsnok, Jürgensen, és SS Sturmbannführer, pont augusztus 3-án ír egy nagyon érdekes tapasztalati jelentést, amelyben kiemeli azt, hogy a tartalékban álló, vagy a kiépítőn is látható, a tartalékban álló páncélozott részekkel ellenlökéseket vezetni ismételten nem bizonyult célra vezetőnek. Az okok a következők, egyrészt áttekintetlen bozótos a terep, másrészt túlerőben van az ellenséges tüzérség, tehát a brit és a kanadai, ami a legfontosabb viszont ez, és ami én azt gondolom, hogy nagyon fontos és kiemelendő, hogy a gyorsan előrevont lesállásban, bozót és mélyedés mögött települések szegélyén álló páncéltörő ágyuk és harckocsik, amelyek az ellenlökést közelengedik, és a páncélozott részeket közvetlen közelről lövik ki. Tehát ez a tapasztalat, ez már megvolt július folyamán is, augusztus elején ez rendelkezésre áll. Ennek fényében javaslom mindenkinek, hogy tekintse, ami ezután fog történni. Meyer gyakorlatilag egy harccsoportot hoz létre Hans Waldmüller Sturmbannführer parancsnokság alatt, aki egyébként a 25/1-es SS páncélzászlajnak zászlajának volt a parancsnoka, róla elnevezve ugye ez az SS Kampfgruppe vagy harccsoport, tehát a Waldmüller SS harccsoport. Ennek az elemei egyrészt áll 17 darab páncerfírből, nem 39-ből, mint ahogy a Hitlerjugend hadosztály történetében is millió máshol áll. Okos vagyok én, hú de jó nekem, azért vagyok ilyen marha okos, mert ugye a 12. SS páncélos ezrednek a hadinaplójában ez tisztán és világosan szerepel, más kérdés, hogy ezt még nem nagyon kutatta senki. Tehát az 5. században 5 darab páncerfír, a 7. században pedig 12 darab páncerfír bevethető. Ezen kívül itt van a 12. SS páncélvadászosztály első százada 10 darab bevethető jágpáncerfírrel. Ez a helyzet 8-án reggel 6 órakor. A Waldmüller harccsoportnak a gyalogságát a Waldmüller zászlóaljának az SS páncélgránátosai adják. A Waldmüller nem is páncélos? Tessék? Nem is
Nem, ő páncélnátos. Zászlóvajnak a parancsnoka. Az lett vele a kérdés, hogy miért ő vezeti a harccsoportot? Igen. Azért vezeti ő a harccsoportot, mert a bevethető páncélosoknak az állomány testei, azok mind zászlóvajnál kisebbek. Tehát századokból szedik őket össze, egyszerűen a tapasztalata is, meg a rendfokozata is arra predesztinálja, hogy ő legyen a harccsoportnak a parancsnoka. Nem ügyetlen ember volt ő. Persze. A 101. SS nehézpáncélos osztály 8. hajnalban megosztva szerepel. A második osztály, bocsánat, a második század az innen egy picit nyugatabbra egy már kialakított szövetséges hitfő felszámolásában vesz részt. Az első század itt sincs, az már rég a birodalomban van Tiger békért. Van a második század, amit mondom, a hitfő ellen küzdik, és van a harmadik század. A harmadik századnak a megbízott parancsnoka a képen látható Franz Heurich, ez Habsztumfürer, akit maga Wittmann bízott meg ezzel a beosztással, miután átvette az osztálynak a parancsnokságát. Mint Frisch Habsztumfürer. Így van. 6 óra 30 perckor Heurich, akinek ekkor van 8 darab bevethető Tiger E harckocsija, az egész osztályban, tehát magának, Heurichnak van 5 darab, illetve a törzshöz tartozó 3 harckocsi még rendelkezésre áll, ezeket Heurich nem viheti el, tehát Heurich 5 Tiger nehéz harckocsival beosztást nyer a Waldmüller harccsoportba, 6 óra 30 perckor, ahogy a Panzerfürer is, ő is parancsot kap, nem mástól, mint Waldmüllertől, hogy Szintó településig tessék előre nyomulni, mert az a felderítési adat érkezett be, hogy Szintót már a szövetségesek elfoglalták. Tehát Heurich úgy indul meg, hogy ő szabályszerű feladatot kapott az akkor harccsoport szerint előjáró parancsnokától. Heurich el is indul a Panzerfürerrel együtt szépen Szintó felé, gyakorlatilag a KN-Falézi útvonalon. Eléri Szintót, Heurich jelenti 9 órakor szabályszerűen Waldmüllernek, hogy Szintóban nincsenek szövetségesek, és annak rendje és módja szerint, ahogy kapta a feladatot, elhelyezi a Tiger egy biztosítóállásba, a középen a Tigerek, a két szárnyon pedig a két Panzerfürer század. És jelentik, hogy köszönik szépen, megvannak, a feladatot végrehajtották, kérik a további utasításokat. 7 óra körül Wittmann, aki megtudja, hogy Heurich a harmadik századdal elment, ahogy ő mondja, elment Szintóval, ekkor Höflingert, aki az osztálynak a parancsőr tisztje, tehát gyakorlatilag minden ilyen veszélykari műveletért felelős, elküldi Heurich után, hogy kitől kapott erre parancsot, milyen jogon indult el a Tigerekkel. Hát Heurich azért indult el, mert a harccsoport parancsnoka erre utasította. Hogy ezt hogy képzeli, és különben is. Wittmann bevágja magát Schwimmwagenjébe, elmegy Szintóba, viszi magával a Höflert, akinek közben mondja, hogy hozza a törzs tigriseit is, aki el is hozza ezeket, és gyakorlatilag nagyjából olyan 11 óra körül odaérnek Szintóba, persze rögtön Heurichot lekapja a 10 körmérnő Wittmann, ugye Meyer meglátja Wittmannt, Meyer nem tudja, hogy Heurich Waldmüllertől kapott parancsot. Hanem meglátja itt van Wittmann, hát régóta országos cimborák, hello, leül Waldmüller, Meyer és Wittmann megbeszélni az alkalmazást. Heurichot már kihagyták. Heurichtól átvette Wittmann a századparancsnokságot, osztályparancsnok létére. Ugye azóta legendássá vált 007-es harckocsi volt az, ami a törzsben gyakorlatilag az osztályparancsnoknak a harckocsia volt. Wittmann ebbe a harckocsiba száll majd később be, és ezzel hajtja végre utolsó fegyvertényét. Ez sehelyiség volt majd? Nem. Saját legénységem mit érdez? Azt tudom, hogy a majdán. Hát gyakorlatilag Wittmannnak 44. január eleje óta nem volt saját legénysége, mert vagy más harckocsiját vitte bevetésre, ugye? Vagy más harckocsiját kapta meg, például az S-04 nem az ő harckocsija volt, az a megbízott századparancsnokként ezt kapta. Amikor a 205-ös kapta meg, a 205-ösnek a legénysége az a műhely századnál volt javítás alatt. Tehát nem volt saját legénysége. Kikkel? Hát Baltazárból kapott saját tigert, ő harckocsi parancsnok lett, a többieket meg ide-oda elvizényelgették. Na, tehát így néz ki a történet, nagyjából 11 óra magasságában, a kékkel szedettek a harmadik századállományába tartoznak, a feketével szedettek pedig a törzshöz tartoznak. Tehát látható, hogy Heurichgal együtt van 5 darab harmadik századbeli tiger, és van 3 darab törzsbeli tiger.
Ez ugye a lőszerezése a tigernek, a lőszerfajták, mindegy. Na. A 33. brit páncélos dandár, amely 3 ezredből áll, annak az egyik a 144. páncélos ezred, ezek támogatják a briteket abban a harcban, amit az előbb láttunk a éjszakai harcnak a vázlatán. Ez egy Sherman Firefly. Ezek közben, tehát napközben folytatják az előrenyomulást, és megszállják Szent Eugène Grámesnil-t, illetve majd látjuk a térképen, most hiába káromkodok mindenféle francia helységnevekkel, egyszerűbb lesz majd a térképen elmagyarázni, folytatják az előrenyomulást, és a kapottalatnak megfelelően tüzelőállásokat vesznek föl. Itt a kanadaiakat láthatjuk, a 4. páncélos hadosztályt előrevonás közben, ezek is ők. Itt egy Firefly vezeti az oszlopot, ezek a lengyelek szintén megkezdik az előrevonást 8-án délelőtt. Ez is egy Firefly, éppen a fellőszerezését láthatjuk, páncéltörőgránátokkal, itt a Firefly-nek a lőszerskálája. Igen, ez gyakorlatilag a 8. harctevékenységnek a vázlata. Ami most minket érdekel az az, hogy itt Zengenende Kramenstingnél gyakorlatilag a 33. páncélos dandárnak a brittek részéről kialakul egy olyan állásrendszere, ami a településnek az előterét biztosítja. A német tartalék nagyjából itt Szintó magasságában gyülekezik, ugye, itt ma már Wittmann is, itt van a Wallmüller harccsoportnak a zöme. Nem, ott várják, hogy mi lesz. Az lesz, hogy a ütemternek megfelelően az amerikai légierő, tehát a nappali támadásokkal megbízott amerikai légierő elkezdi végrehajtani a feladatát. De hát bizonyos okoknál fogva egy jó sok terepszakaszon elcsúszik a bombavetés, és saját csapatokat is támadnak. Ez kicsit késlelteti az összevonást, de túl nagy fennakadást nem okoz. A kép egyébként itt egy olyan amerikai harccsoportot mutat, amely éppen a saját légierő készítését nézi. Na, ami most következik, az innentől kezdve egy picit érdekesebb. Ez a vázlat, ez Höflinger, tehát a parancsőrt is készítette nagyjából az események után 1-2 héttel. Mi látható ezen? Szintóban vagyunk a meginduláskor, ez itt Heurignak az eredeti biztosító állása, ez itt Wittmann, ez itt Höflinger saját tigere, ez itt a betegszabadságon lévő osztályparancsnok Westernhagen testvérének a tigere, ez pedig a maradék 4 tiger. Még többször fogjuk ezt a vázlatot látni, úgyhogy nem kell mindent megjegyezni. Ami itt érdekes az, hogy Wittmann, aki kezdetben magán az N-158-as jelzési úton halad, az letér az úttól közvetlenül keletre, és attól nagyjából egy olyan 100 méterre folytatja, vagy indítja meg az előretörést. Mikor indul meg a támadás? Nagyon fontos kérdés. A támadás az nagyjából dél körül, tehát 12 óra tájnyán indul meg, abból a megfontolásból, ugyanis Meyer már reggel, tehát amikor 6 óra 30 körül eljutott a Szintó felé a páncélosai, már akkor engedélyt kér Eberbachtól, aki Eberbach páncélos tábornoktól, aki a német 5. páncélos hadseregnek a parancsnoka, hogyha alkalmas lesz a helyzet, akkor a felvonulóban lévő szövetségesek ellen ő vezetne egy ilyen megelőző támadást. Eberbach azt mondja, hogy ha olyan a helyzet, akkor vezessen. Na most Meyer ezt a déli órákban, tehát 12 körül kialakult helyzetet, amikor látják felvonulni a távolban, 3-4 kilométeres távolságban a brit és a kanadai, majd a lengyel páncélosokat, Kurt Meyer elérkezettnek látta az időt, hogy ezt a szellelőkést, illetve ezt a megelőző támadást végrehajtsa. Annál is inkább, mert meglátnak egy magányos bombázó repülőgépet, aki a szövetséges tüzérség által lőtt köd, illetve jelző lövedékek füstjére már bekalibrálja a koordinátákat, ami előjele annak, hogy hamarosan jön a hadászati bombázóknak a támadása. Tehát nagyjából 12 óra körül megindul a Kampfgruppe Wallmüller támadása, benne a tigerekkel, a panzerfírekkel, a jagdpanzerfírekkel és az SS-páncélgránátokkal. Ez az az út a 80-as években, amely mentén Wittmann támadott. Először a bit változaton essünk túl, ez nem szól másról, mint arról, hogy a 33. páncélos dandár részét képező 1. Northamptonshire Yeomanry elnevezési páncélos ezred A százada, amely az éjszakai harc után Szent Ögen térségében van, játssza a főszerepet,
Ennek az alszázadnak a harmadik szakaszában szolgál az a 12-es toronyszámú Sherman Firefly, amelynek egyébként a neve Velikije Luki volt, azért, mert ebben a században minden Sherman keleti hadszintér egy-egy településének a nevét viselte magán. Ennek a Sherman Firefly-nak az irányzója, az Joe Atkins közlegény volt, a parancsnok egy Gordon nevezetű őrmester. Ő volt az gyakorlatilag, aki, mint látni fogjuk, Whitman által vezetett tigerek közül hármat ki fog lőni. Gyakorlatilag 12 óra 30 és 12 óra 57 között nagyjából a következő zajlik le. Ebben az irányban támadnak Whitman tigerei. A Kampfgruppe Waldmüller zöme egy kicsit más irányba támad, ez majd fontos lesz. Gyakorlatilag ők hajtják végre azt a feladatot, amit kaptak. Mi volt a kapott feladat? Az, hogy Szent Önendök Rameshpil, ami már nincs rajta a térképen, annak az előterében lévő gyümölcsösben számolják fel a brit ellenállást, és ha lehet, akkor vegyék birtokba a Szent Önendet, és folytassák az előretörést Tilly felé. A kutya nem mondta senkinek, hogy a KM felé vezető út mentén elvágó irányba bármiféle dolgot meg kell próbálni. Tehát gyakorlatilag az lett volna a tigerek dolga, hogy a páncélos harc alakzathoz idomulva ebben az irányban együtt haladjanak a Kampfgruppe Waldmüller. Tessék? Hogy esetleg átforulnak, nem, nagyon egyszerű a válasz, hogy miért erre mentek. Azért, mert innen egy kicsit lejjebb van Szintó, amit láttak az út mellett, az mi volt? Belnéztek a társcsőbe. Az, hogy nagyjából egy 3-4 kilométerrel innen az út mentén a kanadai páncélosok támadáshoz gyülekeznek. Whitman vadászni akart. Elindult a páncélosok ellen. Messziről tolt arra, hogy neki mi a feladata. És nem csak, hogy elindult a páncélosok ellen, hanem vitte magával a 8 darab tigert. Ugye egyik harckocsi parancsnoka sem mondhatta azt, hogy de nem ez volt az eligazításom. Hát nem. Ő a parancsnok azt mondta, hogy erre megyünk, erre megyünk. Na, mi történik? Ezzel a részsel most ne foglalkozzunk, most csak Whitman tigereivel. Ugye azt történik Dióhéjban, hogy Atkins közlegény, itt lesállásban lévő Firefly-ával viszonylag gyorsan, 12 óra 40, 12 óra 47 és 12 óra 52, ez a hadinaplóban, tehát a brit hadinaplóban szereplő időpontok, három darab tigeret kilő. Először a leghátsót lövi ki két lövéssel, ez égni kezd, majd a középsőt lövi ki egy lövéssel, és végül az élharckocsit lövi ki szintén két lövéssel. Magyarul öt lövéssel kilő három tigeret. Úgy, hogy előtte összesen 10 darab lövést adott le, éles lövést adott le karrierje, illetve katonai szolgálata idején. Tessék? Ez nagyon fontos lesz. A hadinapló szerint a kilőtt harckocsiknak a távolsága nagyjából valamivel több, nem sokkal több, mint 800 yard. Tehát körülbelül 730-750 méter. Ez fontos lesz, ezt jegyezzük meg. Ez nagyjából ennek a grafikus változata, tehát 12-ra 47-kor az ő általa észlelt három tiger ebből a középsőt veszi célba, aminek nagyjából a test közepére céloz, eltalálja, majd annak elszáll a tornya. Nézzük meg, hogy a torony milyen irányba hagyja el a testet. Ugye teljesen nyilvánvaló, ha jobbról kapja a fizikai behatást, majd ott felrobban bent a lőszer, értelemszerűen a nyomás az ellenkező oldal felé veti le a tornyot. Ez teljesen nyilvánvaló. Tehát ilyen szempontból a grafika helyes. Majd más szempontból nem lesz az. Ugye ez a mindenki által ismert kép, amit az egyik francia közelben lakó civil készített a 007-nek a harckocsi testéről, illetve az elszállt tornyáról. Hol a torony? Nem a harckocsinak a bal oldalán, nem a harckocsinak a jobb hátsó, tehát a jobb oldal hátsó része felé. Tessék? 5 óra felé, igen. És ami nagyon fontos, nézzük meg, hogy fogott talajt a torony. Ez nagyon fontos. Ugye ez, ha 12 órára áll a torony, akkor ez a jobb oldal felé néző rész. A bal oldal felé részt nem látjuk, hogy a bal oldalán mi van. Itt a távol van a egyik kilőtt tigert lehet látni. A másik, ami itt elő ki van lőve egyébként, az én megítélésem szerint az pont a test takarja. Ez majd fontos lesz. De nem kell okoskodnom, mert lesz légi felvétel róla. A brit változat mellett szól a korabeli. Tehát a következő dolog. Van korabeli írott forrása, ugye ennek a páncélos ezrednek a hadinaplója megmaradt ebben, percre pontosan rögzítették az eseményeket.
illetve a Wittmann töredékes rádió forgalmazása. Arról szól a dolog, hogy Höflinger határozottan arra emlékszik, hogy Wittmann a következő szavakkal rádióforgalmazást ejtett meg 8-án 12 óra, tehát támadás megindulása után. Először is azt mondja, hogy Panzermarsch elindulnak, majd nem sokkal ezután a következő Achtung, Achtung, Back von rechts, tehát páncéltörő ágyú jobbról, és aztán ezt nem tudja befejezni. Annyit mond, hogy rückwärts, de a forgalmazást hallhatóan nem fejezi be. Tehát nem ad újabb utasítást, nem mondja, hogy vége, nincs befejezve a rádióforgalmazás. Ez az, amit Höflinger hall. Tehát ez azt a változatot támasztja alá, hogy Wittmann valószínűleg jobb felől kapta a végleges találatot, vagy a végzetes találatot, egyet, mert ugye Ekins változatában egy lövésről van szó. Ami ellene szól. Ugye az, hogy a 007-es, majd látni fogjuk a légifelvételen, az 800 yardnál jóval messze van attól a Firefight üzelőállástól, ahol Ekins volt. Nagyjából olyan 1100-1200 yardra. A másik, hogy a britek hadinaplója csak 3 tiger kilövését rögzítik, holott 5 tiger vesztesége volt aznap ezen a szakaszon Wittmannéknak. A másik pedig, amire már utaltam, a harckocsi tojának a helyzete. Ugye, ami tulajdonképpen bal felé kellett volna, hogy leszálljon, ehhez képest jobb felé szállt le. Itt van a légi felvétel, itt van Ekins Firefly-ja, itt van a 4 darab lefényképezett tigris közelebbről, itt van Gaumestil, itt van Wittmann 007-ese, és itt van másik 3 kilőtt tiger. Ez augusztus 9-i brit légi felvétel. Miről van szó? Arról van szó, hogy ugye itt van 3 kilőtt tiger, itt van Wittmann tigere. Igen ám, de van még egy tiger. Ez Höflinger tiger, amit szintén kilőnek. Itt van a kérdés, ez Gaumesnél, nagyjából itt lőtték ki Wittmann-t, és itt van a másik 3 kilőtt tigernek a helye, ez pedig itt nagyjából Höflingernek a kilövési helye. Tehát a 8-ból kilőnek 5 darab tigert, 3 viszonylag sértetlen marad, magát Höflingert is kilövik. Ugye megint sokan arra abból indulnak ki, hogy végül is itt találták meg Wittmann, illetve bajtársainak a maradványai, egyéb más német katonáknak a maradványaival együtt, tehát a 007-hez viszonylag közel. Ez igaz, de én attól még nem mondanám azt, hogy a 007-ben kellett, hogy minden feltétel mellett Wittmann az életét veszítse, de nagyon valószínű, hogy egyébként a 007-ben volt. Ennek az összecsapásnak ez a mérlege, 5 tiger és kb. 3 Sherman. A 3 Sherman az a távolban lévő Shermanek közül 3, amit nagyjából 1800 méteres távolságból még a harcvintkezés kezdetén lőnek ki Wittmannék. De mivel elképzelhető, hogy Wittmann is benne van, én nem hiszem, de legyen, akkor plusz 3 még neki a köcsökfára. Minusz 9-ből most már csak minusz 6 van. A másik a kanadai változat, ami egy nagyon érdekes változat. Ebben a második páncélos dandár 27. páncélos ezredének az alszázada játsza a főszerepe. Róluk egy kép a Normandiába megérkezéskor, nagyjából ilyen volt a festésük, és Sidney Wolfe Rodley Walters, őrnagy szép neve van, volt ennek a századnak a parancsnoka. Érdekes, hogy őrnagyi rendfokozatban századparancsnoki beosztást látott el. Ez azzal van összefüggésben, hogy náluk ez kicsit másképp működött, mint a többi fegyveres erőnél. Montgomery 44 novemberében éppen kitünteti. Ekkor még nem azért tünteti ki, mert hogy valami köze lenne Wittmannhoz, csak úgy. Arról szól a kanadai változat, hogy az alszázad, tehát a 27. kanadai páncélos ezred alszázada az Gaumestilnél tüzelőállásokat foglal 11 óra 15 perckor, tehát még nagyjából 3-4 órával a támadás megindulása előtt. És Wittmannék szépen, ahogy kell, nagy kimeg van írva, elsétálnak mellettük. Ugye itt van Gaumestil, nagyjából itt volt az egyik, tehát az alszázadnak a tüzelőállása, itt pedig a B-századnak a Sherman egyes Firefly-ai lőtték Wittmannékat a támadáskor. De erről a tüzelőállásról Wittmannék nem szereztek tudomást. Újra csak azért, hogy be tudjuk azonosítani a terepet, tehát ez Wittmann 007-es. Megint gyakorlatilag a vázlat azért nagyon fontos, hogy ismét kiemeljem, hogy Wittmann megy a legközelebb az úthoz. Ugyanaz megint, hogy itt az 5. tigris, tehát megvan mind az 5 kilőtt tigris. A kanadai változat, ami arról szól, még egy pillanatra visszamennék, hogy gyakorlatilag az itt tüzelőállásból lévő Shermanek
összesen 8 darab harckocsi, ebből 2 Firefly, kilövi Whitmant és kilövi Höflingert. Mi szó mellettük? Egyrészt az Örnagynak nagyon részletes a visszaemlékezése, és olyan dolgokat is tud, amit gyakorlatilag senki más nem tudhat, csak az, aki ott volt. Ez elsősorban a németeknek a harcrendjére és összetételére vonatkozik. A tigerek elhelyezkedése az úttól, ezt már láttuk a légi felvételen, illetve Kurt Meyer azon megjegyzése, hogy szintúlt kanadai harckocsik lőtték már 12 óra előtt is, és amelyek nagy részét Whitman tigerei tartották addig távol a településtől. A kanadaiaknak azonban nincs korabeli írásos forrása, egész egyszerűen azért nem, mert augusztus 8-án az amerikai légitámadások közben a 27. páncélos ezrednek a parancsnoki lövészpáncélosát telibe verték az amerikaiak, és a hadinapló is elégett. Nekem ezzel csak egy a gondom, hogy egy hadinaplót igazából becsületes módon úgy alkotnak meg, hogyha 8-án van a harccselekvény, akkor az 9-én hajnalban rögzítik és véglegesítik, harcjelentés beterjesztése, annak feldolgozása után. Tehát nekem az elég gyenge kifogás, hogy 8-án nagyjából 3-1 körül felrobbant a lövészpáncél, és elégett a hadinapló. A hadinapló addig elégett, de utána miért nem gyártottak a 8-ig? Hát azért ez nem így működik. A másik a bombázóvonal, hát nagyon fontos, hogy a kanadai, brit és lengyel csapatok parancsot kaptak, hogy Gaumestültől északra meghúztak egy egyenes vonalat, ami alá nem mehetnek be, mert gyakorlatilag az volt a kijelölt légicsapásoknak a helye. A kanadaiak viszont úgy tűnik, hogy bementek, legalábbis ez a század, ez bement. Mivel Gaumestült nem szállhatták volna meg ennél a vonal, ettől a vonaltól délebre. A másik, hogy 15 óra 30 körül észleltek csak kanadai csapatokat a németek Gaumestingen. Nem sok van hátra. A Kampfgruppe Waldmüller egy kicsit szaporodik, jön hozzá 2 páncerfír meg 5 panter. A 10 jágpáncerfírrel még minden rendben van, és a 400 darab SS páncigránátos is ott van. Viszont ami nagyon fontos az az, hogy ők egyébként az Ekinszféle brigáddal Szent-Eugentől harcba keverednek, a 33. páncélos dandár, mint látható, 66 darab sör menne, abból 12 Firefly-ra rendelkezik, ez az, ami így történik. Azt történik, hogy a panterek és a páncerfírek megtámadják Ekinsz alakulatát, illetve a jágpáncerfírek Robert Mesting tanyát megkerülve ezeknek a hátukba kerülnek. Ez szintén eredeti vázlat, ezek a tigerek mennek, ahova akarnak, ezek a páncerfír és a panterek, akik gyakorlatilag arra mennek, amerre kell, ezek pedig a jágpáncerfírek, amik a tanya megkerülésével oldalba támadják a Szent-Eugent védő erőket. Így közben gyülekeznek a lengyeleküket, a német vadászpáncélosok lerohannak, és a 22-ből 18 sörment kilőnek, majd folytatják az előtörést, és újabb 5 darab lengyel sörment lőnek ki a településen, és gyakorlatilag 9-ére virradó éjszakán át tartják a települést. A lengyel változat pontosan ennél fogva nem állja meg a helyét, ugyanis a gyülekező lengyel páncélosokat a német vadászpáncélosok szétszórják, mint az előbb látható harchelyzetből adódik, tehát gyakorlatilag ők nem is szóltak bele a dologba. A Kampfgruppe Waldmüller 15 páncélost veszít, a szövetségesek pedig összesen 54-et. A lengyel változat ellen nem szól más, csak az, hogy nem voltak ott. Ő az egyik, aki a század parancsnoka, aki 11 páncélost, ő 8 páncélost lő ki, akkor mind a ketten megkapják a lovakkeresztet, ő pedig az előző Oberscharführernek az irányzó lövészei novemberben kapják a lovakkeresztet. Ez egy kilőtt lengyel, ez pedig egy kilőtt sörmen, ez pedig egy lengyel, egy német vadászpáncélos, amit kilőttek itt ebben az összecsapásban. Így van. Van még egy változat, a Typhoon változat, ez a leggyengébb az összes közül, majd rögtön látjuk, hogy miért. Arról szólna a történet, hogy Whitmant végül is egy brit Typhoon vadászbombázó lőtte volna ki, amely távol repülőtérről felszállva, 8 darab ilyen rakétával felszerelve támadta volna meg ezt a 007-est. Ugye itt a nagyjából ez az elmélet, ugye, hogy a kilőtt rakéta legalább egy eltalálja a motorborító páncélt, ugye a motortérborítását, majd bekövetkezik a robbanás és elszáll a torony. Ezzel csak következő problémák vannak egy. Ha ez így történt volna, akkor a harckocsi testnél sokkal nagyobb behatás lenne látható. Ha a motorteret valóban átütötte volna a rakéta és ott felrobbantja az üzemanyagot, akkor kinyílt volna, mint a rózsa. Ennél sokkal durvább az, hogy a
a toronyon ráerősített tárolórakéta, ez teljesen sértetlen. Ha ott felrobban egy ilyen rakéta, ez úgy elszállt volna, mint a sóvaj. Tehát ez ellen szól az, hogy egyáltalán a brit második harcászati légierő hadinapójában aznap innen egy darab páncélos nem jelentettek, kilőve, a toronyrekeszt a helyén maradt, és gyakorlatilag egyik részvevő fél sem látott szövetséges vadászbombázót itt. Mit kellett volna tennie Wittmannnak, illetve mit nem kellett volna? Nem kellett volna visszatérni az arcvonalba, ugyanis Hitler megkínálta őt egy páncélos kiképzői beosztással anyaországban. Vagy ha idejött volna, nem kellett volna a harckocsiba szállnia aznap, ha már idejött, nem kellett volna a Kampfer Waldmüller dolgaiba beleavatkoznia, nem kellett volna átvennie Heurichtól a parancsnokságot, osztályparancsnok létére nem kellett volna egy részleges, összesen 8 harckocsit felbontató támadásba részt vennie, nem kellett volna rossz irányba gyalogság nélkül támadnia, nem kellett volna helytelen harcfeladatot választania, a tompaék helyett nem V-alakban, illetve részben kettős oszlopban kellett volna vinni a harckocsikat. Nyílt terepen, előzetes felderítés nélkül, fedezetlen szárnyakkal, élen nem kellett volna előre törnie. Ha ezt valamelyiket megcsinálja, akkor életben marad. Ugye ez az ég, ez a tompa ég, amiből hiányzik ugye a harmadik szakasz, illetve a századparancsnoki osztag, de a 8 harckocsira vetítve tettem csak föl. Újra a vázlat, csak azért, hogy lássuk, hogy ugye itt van egy V-alak, és itt van egy kettős oszlop. És gyakorlatilag azzal, hogy Wittmann átvette a csúcs szerepét, ezzel lehetetlenítette azt, hogy gyakorlatilag a tompa éget megcsinálják. Ugye ez a kettős oszlop, ez hasonlít, ez a rész, ez erre hasonlít inkább, a leginkább. De mondjuk, hogyha Wittmann leghátul, az azt jelenti, hogy őt előtt kirőlték, és utána lőtte ki a Firefly 3 másik liget, nem? Nem, majd a fórum részben, ha esetleg arra még lesz valakinek energiája, mert nem. Gyakorlatilag mi a dolog szummázata? Amit már említettem, Wittmann az egyik legbátrabb katona volt a német fegyveres erőknél, negyedik legeredményesebb harckocsi parancsnok, egy átlagos szakaszparancsnok, egy gyenge századparancsnok és egy csapnivaló osztályparancsnok. Gyakorlatilag ennek köszönheti, hogy végül is Lacanban a német haditemetőben végezte 1944. augusztus 8-án, az én véleményem szerint. Köszönöm szépen és elnézést kérek, hogy visszajöttem a türelmükkel. Hát az a fórum részben. El kell menned? Hát mikor kezdődik az esküvő? Csak éppen. Jó, én azt gondolom, hogy az összes változat közül a kanadai változat áll a legközelebb a realitáshoz. Ugyanis ha mindent, amit eddig felsoroltam, mérlegelünk, akkor nyilvánvaló, hogy a toronynak az elszállása az mindenképpen nem jobb oldalról érkező kilövést feltételez. A másik dolog az ennél egy kicsit összetettebb, ugye mind a két, tehát mind a kanadai, mind a britek azt állítják, hogy a saját tigereiket, ami egyébként szám szerint kijön, mert a britek 3-at jelentenek le, a kanadaiak 2-t jelentenek le, mind az összes harckocsit 800 yardon belülről lőtték ki. 800 yardon belül Ekinsznek az a három darab tiger volt, ami a jobb felé esett, a jobb szárny felé esett, igen. A kanadaiaknak viszont az összes kilőtt tiger közül három esett 800 yardon belülre. Ebből a legközelebbi az éppen Wittmannnak az út mellett előre nyomuló tigere volt. És ami az egészben az érdekes, az az, hogy szó szerint úgy fogalmaz az őrnagy, hogy az alakzatból az úthoz legközelebb, az élen haladó tigris lőtték ki először. Na most az alakzat olyan volt, hogy ha csak valamilyen oknál fogva az egyik harckocsi Wittmann kilövése után nem kanyarodik elé, és az úthoz szorosan nyomul tovább előre, ami viszont már kiesik Atkins 800 yardos lőtávolságából, gyakorlatilag ezért kizárásos alapon egyetlen egy helyről érkezhetett a lövés, a kanadaiak részéről, viszonylag közelről. És mivel a kanadaiak ott gyakorlatilag az ott lévő ilyen tanyát, annak a kőkerítését megbontva lőréseket, illetve réseket ütöttek a falon, és azon keresztül lőttek, gyakorlatilag rejtve maradtak, tehát a tűzkiváltás teljesen, hogy mondjam, rejtve maradhatott. És én azt gondolom, hogy a behatolási nyílás a harckocsi, tehát a 007-es tornyának a bal oldalán hátrafelé lehetett, hiszen a tornya az nagyjából 3 óra, majdnem 4 óra irányában a Ekinsz féle tüzelőállás felé állt.
És a maradék célfelület volt az, ami nagyjából a bal hátsó része volt a toronynak, ami a képen már sajnos nem látszik. Én azt gondolom, hogy egy kanadai Sherman, hogy Firefly sima változat, nem tudom, de ott kopogtatott be, és felrobbant a toronyban tárolt lőszer, és úgy szállt el jobb felé a torony. Ez az én véleményem. Tessék? Vagy a marslakók, igen. Azon fel. Na. Akkor én javaslok 10 perc szünetet.